Ez a Híradó, 8 órakor az M1-en, Rapp Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Gázrobbanás történt Sopronban, a Kossuth Lajos utca egyik társasházában az elmúlt éjszaka. Egy 91 éves férfi életveszélyes sérülést szenvedett, őt a győri kórházba szállították. A többi lakónak is el kellett hagyni az épületet, őket a város egyik hoteljában szállásolták el. A detonáció olyan erejű volt, hogy még a szemközti házak tetőszerkezete is megrongálódott, de a szétrepülő törmelékek az utcában parkoló autókban is komoly károkat okoztak. Egy háromszintes társasházban történt az eset, a földszinti lakásban történt a robbanás, de a ház egész részét megrázta a robbanás ereje. Olyan hatalmas erővel robbant, ez nagyjából éjszaka olyan 10-11 óra között volt, hogy Sopron legtávolabbi pontjain is hallható volt a robbanás, óriási kár keletkezett az épületben, több helyen a nyílászárókat teljes egészében kirobbantotta az erő. Elkezdték a törmelékek eltakarítását annál a zalaegerszegi társasháznál, amelynek szombaton égett le a tetőszerkezete. A lakások statikai átvizsgálása szerdán kezdődik. Bár a kárfelmérés még tart, a hivatalok és önkéntesek már is többféle segítséget ajánlottak fel a 16 lakás 49 károsultjának. Az érintettek közül egy házas pár kért elhelyezést az önkormányzattól, a többiek rokonokhoz, barátokhoz költöztek. A tüzet egy elektromos roller töltés közben felforrósodott, majd kiégett akkumulátora okozta. Napokig is eltartott helyreállítás a vasárnapi vonatbaleset helyszínén. Már megkezdték a műszaki mentést, de a vágányban komoly károk keletkeztek, amikor egy vasércet szállító szerelvény 9 kocsia borult fel Hajdúhatház és Újfehértó között. A vonalat több intercity járat is használja, így hosszabb menetidőre és buszos pótlásra kell számítaniuk az utasoknak. Így néz ki a kisiklott tehervonat a magasból Hajdúhatház és Újfehértó között Téglás közelében. Jól látszik, hogy több vasúti kocsi a hatalmas erejű ütközés következtében egymásnak feszült és az oldalára borult. De van olyan vagon is, ami keresztbe állva zárja el a kötött sínpályákat, és olyan is, ami a pályától messzebb került. Több felső vezeték tartó oszlop is kidőlt, és a vasbetonaljakban is komoly károk keletkeztek. Itt egy sínszál, amely a baleset következtében eltört. A baleset miatt a vágányok is elmozdultak, a sínszálak felgyűrődtek. A balvágány az mintegy 100-150 méter hosszban teljes egészében megrongálódott, ugyanígy a jobbvágány is, illetve a jobbvágánynak a mögöttem lévő mintegy 3 kilométeres szakasza az, ami még különböző mértékben sérült, ennek majd a teljes helyreállítására lesz szükség. A vágány mellett 3 felső vezeték tartó oszlop az, ami megsérült, egy kiborult, 2 pedig olyan erősen megdőlt, hogy mind a 3-nak a cseréjére lesz majd szükség. Becslések szerint a helyreállítás több 100 millió forintba kerülhet majd. Az érintett szakaszon a vasúti pályát egy szakaszon teljesen újjá kell építeni. A műszaki mentés és a helyreállítás a hatósági vizsgálat után azonnal elkezdődött. Mintegy 100-an dolgoznak éjjel-nappal. Hétfő hajnalban Szolnokról érkezett meg ez a 150 tonnás speciális emelődarú, ami nem sokkal reggel 8 óra után sikeresen visszaemelte a pályára az első vasúti kocsit. A műszaki mentés egyik leglátványosabb pillanatát az M1 nyíregyházi stábja meg is örökítette. A Szolnokról érkezett óriási darú felemeli a pályát és megpróbálja visszatenni a helyére. Több helyszínen már megpróbálták ezt, és végre is hajtották az itt dolgozók. Vasárnap délelőtt a vasércet szállító tehervonat mintegy 9 vagonja siklott ki. A 25 tonnás kocsik egyenként 60 tonna rakományt szállítottak. A balesetben senki nem sérült meg. A tehervonat Záhonyból tartott Hegyeshalom felé Ausztriába vitte volna a szállítmányt. Itt le kell szállni, vonatpotlóbuszozni Újfehértóig. A kisiklott kocsik miatt hétfő hajnaltól ideiglenes közlekedési rendet vezetett be a vasúttársaság. Az intercity vonatok esetében Debrecen és Nyíregyháza között kell vonatpótlóbusszal utazni, a személyvonatok esetében pedig Hajdúhatház és Újfehértó között. Körülbelül egy órával megnő így a menetidő a vonatpótlóbuszra átszállás és leszállás miatt. A baleset miatti lezárás érinti a Budapest, Miskolc, Szerencs, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Budapest kör Intercity útvonalát is. Itt minden vonat felármentesen vehető igénybe hétfő éjfélig.
Csak a Debrecen-Nyíregyháza vonalszakaszon naponta mintegy 80 vonat közlekedik. A kialakult helyzet minden nap 5-6 ezer utast érint. Egy nappal később megyek Budapestre sajnos, hát úgyhogy nekem ennyi, egy nap késés, de éppen kibírom, megértem a helyzetet. Azt, hogy mi okozta a tehervonat kisiklását, még vizsgálják. Egyelőre nem tudni, mikor indulhat itt újra a vasúti forgalom. Már több mint 400 halálos áldozata van az áradásoknak Kongóban. A mentőcsapatok ráadásul több száz embert még mindig keresnek. A megáradt folyók két falut teljesen eltöröltek az afrikai országban a föld színéről. Túlélők beszámolója szerint a villámáradások és a földcsuszamlások pillanatok alatt ledöntötték házaikat. A szomszédos Ruandában is ítéletidő pusztított, 130 halottja van a természeti katasztrófának. Újabb légicsapásokat mérte az izraeli hadsereg a gázai övezetre kedd hajnalban. Ezúttal is a palesztin iszlám dzsihád nevű fegyveres szervezet tagjait célozták. A támadásokban 3 palesztin vezető és legkevesebb 6 civil meghalt. Az elmúlt hetekben újra fellángolt az erőszak a zsidók és a palesztinok között. Az izraeli védelmi erők több rajtaütést indítottak palesztin területeken, amire a palesztin fegyveres szervezetek izraeli települések elleni rakétatámadásokkal válaszoltak. Itthon kevesebb, mint egy óra múlva kezdődik a matematikai írásbeli érettségi, a diákok emelt vagy középszinten is kitölthetik a feladatlapokat. A debreceni Szent József gimnáziumba is érkeznek már a végzősök, kapcsolunk Pálfi Andreához, akinek a témában vendége is van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és hát köszöntök minden otthon izguló szülőt és nagyszülőt, hiszen a diákok többsége valószínűleg már elindult az intézmények felé, hiszen ránézek az órámra, 53 perc múlva elkezdődik a matematika érettségi. Itt vagyunk a Szent József Gimnázium kollégiumában, itt is vannak kialakítva érettségiző helyszínek, és itt áll Bódi Zoltán intézményvezető is. Matematika érettségűről beszélgetünk, hány diák és milyen szinten dolgozik ma majd itt? A mi iskolánkban 107 diákunk mérettetik meg matematikából, és a nagy német matematikus Gauss azt mondta, hogy a matematika a tudományok királynője, és a népmeségből tudjuk, hogy a királynő kegyeiért meg kell küzdeni, akár sárkányokkal is. Mi diákjaink a középszintű érettségit választották az idejében, hiszen már nem kötelező az emelt szintű. Úgyhogy így készültünk erre a mai napra. Hát sárkányok szerintem nem lesznek, viszont gráfok, meg logaritmus, meg hasonló olyan szavak, amit ugye nagyon sokan túl vagyunk a matek érettségén, és elfelejtettük. Nem lehet tudni még, hogy milyen feladatokat kapnak, mikor lehet kibontani a tételcsomagot, és milyen sorrendben kapják meg majd a diákok. A vizsga előtt fél órával lehet kibontani a csomagot. Előtte már egyébként ellenőriztük, kétszer is megtörtént az ellenőrzés a járási hivatalban, hogy minden megfelelő-e, úgyhogy a tételeket jelenleg az igazgatóirodában elzártan őrizzük. És két részből áll a matematika, van egy 45 perces úgynevezett kisebb feladatokból, amit remélhetőleg mindenki könnyebben meg tud oldani, és van egy 135 perces része, ami az elgondolkodtatóbb, komolyabb, nehezebb összetette feladatokból áll. Tegnap volt ugye a magyar, itt a hölgyek már mondták, hogy az nagyon jól sikerült. A matek az mumustantárgy, vagy erre is nyugodtabban jönnek? Hát ezért emlegettem a sárkányokat, mert valóban a matematikától mindenki kicsit jobban tart. Azt gondolom, hogy aki felkészült, és mindent megtett azért, hogy úgy álljon itt most, hogy a fejében ott legyen a tudás, annak sem kell rettegnie és félnie, de óhatatlanul ez azért a legnagyobb izgalmakkal járó tantárgyak egyike. Hát bízunk benne, hogy ma nem így lesz, és mindenki sikeres lesz. Számológépet, függvénytáblázatot természetesen lehet használni, majd a második feladatlapcsoportnál, és én mindenkinek azt kívánom, hogy érje el azt, amit szeretne, hiszen középszinten 100, felső fokon pedig 115 pont forog kockán, tehát aki felvételizik, bizony itt is jó, ha jól teljesít. Pálfi Andreának köszönjük szépen. És ez volt a Híradó 8 órától, további híreinket megtalálhatják weboldalunkon a híradó.hu címen. B. Németh Péter érkezik a Nemzeti Sporthíradóval, majd Lazabori az időjárás jelentéssel.